Sajnálatomra ellent kell mondanom, hölgyeim. Én hívom meg önöket kávézni. Micsoda kellemes meglepetés! Én ötöm megismertem ám. Én hogyha azt hittem, hogy ilyenkor a csodálatos Cornwall kastélyában időz. Mi is a neve? Csak itt nem süt eleget a nap. Ugyan! Maguk angolok annyira szerények. Persze itt Monte Carlo, valami csodálatos az idő, csak hát most ebben alig történik valami. Szörnyen unatkozom. De most, hogy összetaláltam önnel, közösen, biztos kitalálunk volna még. És önnek hogy tetszik Monte Carlo? Ja, nekem, hát valahogy olyan mesterként. El van kényeztetve a kicsike, Mr. De Winter. Más lán az ő korában a szemvilágát adna, csak egyszer is láthatná Monte Carlo. Azért az túlzás lenne szerintem. Na, meséljen, hogy utazott? Milyen a szobája? Az inasa kicsomagolta már a Colvillát? Nem hoztam magammal az inasomat. De ön biztosan szívesen segítene nekem. Hogy én? Elbűvölő ajánlat, de az én mottóm magad uram. Részemről a megtiszteltetés. Hölgyeim! Mr. De Winter? Mr. De Winter? Milyen kár, hogy elment, Isten szerel, mert mondod egy szásen. Persze, hogy van túl kínos módon, válaszol rá, hát persze, hogy elment. Nem mint kíváncsi, hogy mégis.
titkos, mégis elbűvölt, ó, bárcsak újból látnám. Jó, azt formálod el! Bocsásson meg nekem, rendkívül udvariatlan voltam tegnap. Én úgy éreztem, inkább Mrs. Van Montagu. A barátnője? Az alkalmazottja vagyok. A társalkodó nője. 90 fontot kapok tőle évente. Furcsa, hogy egyesek társaságot vásárolnak maguknak. Mondja? Miért csinál? Mert szükségem van a pénzre. Nincs család? Nincs. A szüleim meghaltak. Járt már itt fenn a hegyekben? Fantasztikus a kilátás! Sehol sem voltam, még Mrs. Van Hopper ki sem teszi a lábát a hotelből. Akkor most szépen itt felejtjük, jó? De én nem tudok... Jöjjön! Vegyen föl valami meleg ruhát, addig én kihozatom az autót. Szintjezesz! Akkor nézek, már is kész a föl! Az a kis nő, bocsán már! De bizony! Hillenes! Bizar meglepetés! Kis piknik és kocsizás! Mit is nem hallottam? Nem is értem! Max szerintem volt, hisz még jelen csak! Kis barát! Csak egy közvetelés! Nem is kérdéses! Kizárt, hogy Maxnak tényleg kell lenni!
köpös a szél. Megvárom az autóban. Kérem. Bocsásson meg. Csak egy fájdalmas emlék, nem lett volna szabad idehozni magát. Maga nagyon boldogtalan. Szólítson Max-t. Amúgy minden van. Mégsem tudhatom, hogy meddig ér. Egy
Szeretném, ha a feleségem lenne. Nos, mi a véleménye? Én nem is tudom. Én nem tartozom a maga világához. A válasza tehát nem. Sajnálom, azt hittem szeretném. Szeretem. Persze, hogy szeretem. A világon mindennél jobban. Rendelik egyszerűen. Hát szegényként. Nem így képzelted a pillanatot, amikor megkérik a kezed, igaz? De én ide vagy... Tisztelted, Peter! Micsoda váratlan öröm! Búcsúzni jöttet igazán kedves öntől? Tulajdonképpen csak azt szeretném közölni önnel, hogy az alkalmazottja nem tudja önt elkísérni New Yorkba. Vagy hogy összeházasodunk. Részed el? Kellemes utat kívánunk önnek! A csomagjaidat azonnal átültetem a lakosztályomba. Ezek szerint alá becsültelek. Lámlám! Lassú vízpartot most? Szeretném. Még hogy te leszel a Mendeli ház úrnője, hogyan már elég nevetséges? Rebecca de Winter. Ő igen. Ő igazi nagyvilági dáma volt, az előkelő társaság kedvence. Maxim nem fog csalódni bennem. Hogyan már csak elképzeled, hogy szerelmes beléd. Csak már nem bírja egyedül Mendelében, ennyi az egész. Hiba volt, drágám, igent mondani neki.
Nagy hiba. Még hogy te leszel a Mendeli ház asszonya. Mendeley intézőjes egyben a legjobb barátom. Jó estét, Mrs. De Winter. Ha bármilyen kérdése lenne, forduljon hozzám nyugodtan. Köszönöm, Mr. Crowley. Frank. Frank. Jó estét mindenkinek. Ön új itt nálunk, ugye? Mrs. Rutherford, hogy van? Köszönöm, uram, nagyszerűen. Úgy örülök, hogy ismét itthon van. Ő itt a feleségem. Mrs. De Winter! Öröm önöket viszont látni. Isten hozta itthon, Mr. De Winter. Köszönöm, Robert. Ő pedig itt a házvezetőnök. Mrs. Danvers. Majd megkérem Clarice-t, hogy segítsen önnek, amíg a szobalánya megérkezik. Nekem nincs szobalányom. Vagy úgy. A feleségem nyilván fáradt, kész a szobája? Természetesen, Mr. De Winter. Ahogyan parancsolta. A keleti szárnyon renováltottuk a vendéglakosztályt. A rózsakert feletti szobákat. Megcsináltuk a háló és gardrób szobákat önnek
és a nagyságos asszonynak. Hát akkor kérem, kísérje fel a feleségemet a lakosztályába. Drágám, a vacsoránál találkozunk. Frank! Madam!
valamit önért? Nem, csak ismerkedem a házzal. A férjemnek sok a dolga. Egyedül. Könnyen eltéved az ember. Ráadásul a nyugati szárnyat Mr. De Winter parancsára lezárt. Lezárták? Mr. De Winter nem említette. Ott volt Mrs. De Winter laposztálya. Gyönyörű szobák. Legszebbek a házban. Az ablakok a tengerre néznek. Ez a dolgozószoba. Reggeli után Mrs. De Winter itt intézte a levelezését és a telefonjait. Az íróasztala. A vendégkönyve. A levélpapírjai. A fiókban pedig a telefonkönyve, a névjegykártyái és a naptára. Rebecca De Winter. Ez pedig itt. Ámor. A szerelem istene. Mrs. De Winter nagyon szerette ezt a kis szobát. Ön nyilván nagyon régóta van itt a háznál. Mrs. De Winterrel érkeztem ide, amikor összeházasodtak. Mindig őt szolgáltam. Már gyerekkorától kezdtem. Mrs. Demers, én remélem, hogy barátok leszünk. Ami pedig a háztartást illeti, hát én mindent önre bízok. Igen. Csinálja csak úgy, ahogy eddig. Ahogy óhajtja, madám. Ha bármire szüksége lenne, ott a házi telefon. Gondolom most megírja a leveleit. A leveleimet? A bátyám itt van! Mr. De Winter, Mr. Crowley irodájában van, madám. És az új sógornőm? A dolgozó szobában találja, madám. Joyce, gyere már! Halló! Szóval egy kis hölgy, Franciaországból. Oh la la! Yorkshire-ből való, Joyce! De Franciaországban ismerte meg! Marika nem egy mondtén szép. Honnan veszed? Bí, gyere csak! Csak remélni merem, hogy nem tesz éjszakai csónaktúrát. Charles! Hello! Egészen másnak képzeltelek. Ó, bocsáss meg, hogy csak így rátörtök. Én Maxim húga vagyok, Beatrice, de kérlek, szólj is egyszerűen csak Bee-nek. Ő pedig a férjem, Charles. Mikor Max megírta, hogy megházasodott, meglepődtél. De örülök. Csodálatos lehetett velem címed. Hogy ugye hamar hazajöttetek? Charles azt akarja mondani, hogy jó lett volna még egy-két hétig Olaszországban van. Igen, az. Maxim rettenetes dolgokon ment keresztül. Hiszen te is tudod. De te biztosan elfeledteted vele múltat. Nos, Charles. Isten hozott Mendelében! Hát, kedves! Ugyebár hagyjuk a formaságokat! Végtére is rokonok vagyunk! Mert két ember csak úgy lesz pár, ha minden csillag együtt áll, de fő szempont a meghívó csillag más! Hogy nyugton élvezni egymást, ha én kocsak esküdni, és kettesbe boldogan ellennél, ha klát már rád tölt, a hivatalú jött magás. Mert így a családom is hozzámít. Csak pár cival együtt élsz, és így előtt ideget tenger a fal, a házatok csöndelen rakadottal. A sógor folyton ugrat majd, de attól még a szíve az baj. A klát már rád tölt, és ez kis rém nagy nő. Ha néha beszólnék a Fritzbe csupán, ez így van minden rendesebb házatán. Ha mindig ilyen nővét akartam én, hogy én látok, boldogulok őszintén. Sok drága rokon belül félnünk kell, és fontos a jó viszony mindünk kell.
innen. Nem igaz? De, sajnálom. Vesztettél. A fenébe is. Lebecsültem. És? Mit kap a győztes? Az a kérdés, mellettem boldog vagyok, drágám. Tudom jól én, természetem nem könnyű. Volt a kérdés, és tudhatod szememnek láttam, hogy így kell lesz max, és nem akarok többé mást, s neked jó így, hisz tanulnom kell oly sok mindent. Tartok tőle, hogy gyakran hozok szégyen rád. Ugyan már, te unod magad olykor szörnyen, de hogy drágám, ha kell valami, szólhatsz át. Mi kellene? Nekem megvan mindenem. Nem tudom. Kirándulás, társaság, barátnő, partik. Mindaz, amit te egy fiatal nő annyira szeret. Beatrice meséltem, hogy régen minden évben volt mentelvében állatos bál. Miért nem újítjuk fel ezt a hagyományt? Olyan jó lenne. Nem tudom. Neked is jót tenne, Maxim. Kérlek, mondj igent. Rám bízhatod nyugodtan az egészet. Lenne végre valami dolgom. Ha annyira akarod, megkapod a bálat, oké? Okay? Köszönöm. Frank majd kiküldi a meghívókat. Angyal vagy. Elnézést kérek a zavarásért, uram. Mit óhajt, Mrs. Anders? Az Amor szoborról van szó. Az a kis porcelán figura, ami az íróasztalon állt. Attól tartok, ellopták, minden esetre eltűnt. Kikérdeztem Robertet is, de esküszik, hogy semmit sem tud a dologról. És? Miért engem szakra teszel? Ez a szobor volt Mrs. de Winter kedvence! Meisseli porcelán szőr. A szoba legértékesebb darabja. Maxim! Maxim, elfelejtettem mondani, de az én hibám. Én törtem el az álmot. Te? És mi az ördögért nem említetted? Én csak meg akartam nézni, és kicsúszott a kezemből. Hallotta Mrs. Danvers. Mrs. de Winter tört el a szobrot, csak elfelejtettem megemlíteni. Sajnálom. És mit csinált a cserepekkel, madame? Ha szagat kérdeztem. Az íróasztalban vannak. A jobb oldali fiókban. A felesége Malika nem megrémült, Mrs. Danvers. Attól tartott, hogy ő letartóztatja és börtönbe zárja. Bocsánatot kell kérnem Robert-től. Nem tudhattam, hogy a madame törte össze a szobrot. Jó, most már tudja. Remélem, össze lehet ragasztani. Abban a szobában még soha. Semmi nem tört össze. Ebbet, Mrs. Danvers. Dühös vagy rám, ez biztos nagyon drága emlék. Szörnyen bánom, azon nyomban nem szóltam. Felejtsd el már! Miért volnék külös én egy nyippér? Hogy nézd el, Maxim! Micsoda rémes nyavajás! Tudom, így van, csak ne hozd egy rád folyton szégyen! Szégyen, te! Hogy? Lecska hamar terjed ám! Hogy mondtam? Milyen terjed?
plecskára céloztál, félre beszélsz. Minden lényeges. Mit izgat a sok marhaság? Ki terjeszt róla plecskát? Senki. Sok rágalom, rosszul beszélt. Most miért vagy így mérges? Itt itt volt ellenmond. De miért is kéne mindent tudnod? Haxin, mi a gond? Miért ez a hang nem? Jövök, drágám, hisz kedvetlesen mindenben én. Ugye nincs baj? Hagyjuk már! Ugye nincs baj? Nincs baj, nincs baj! Ez kitől kérkem én. Boldog úgy sejtelek.
adta át szigorú esküjét. Értettük mégis jól, azt mondja mostantól, felel már mindünkért. Óvja a vízlődelmet, s minket a romlás ellenőtt. Ratog a nép, s az ősi ház, őrzi a hírét. Ez nem szép tőle.
Aztán jó lenne, hogy ezt a kis villámlátogatásokat. Nem említené meg a férjét. Tudja, Max nem igazán a legnagyobb rajongom. És hát egyikünk se szeretne kellemetlenséget okozni a jó öreg Dennynek. Igaz? Jó, nem. Persze, hogy nem. Igen, hallgatni fogok. Viszont. Eldöntötte már, hogy mit kíván viselni a jelmezben? Nem, még nem. Mr. De Winternek nem volt valami kívánsága? Nem, ő mindent rám bízott. A tanácsolatok van. Látta azt a rokokó ruhás hölgyet ábrázoló festményt? Igen. A férje kedvenc festménye. Caroline De Winter. Mr. De Winter nagyatjának egyik nővére. Igen, ez talán jó ötlet lenne. Lepje meg vele. A varrónő a festményt modellként használhatja. Igazán kedves öntől. De maradjon köztünk, jó? Természetes. Szép itt, ugye? Nézzen csak nyugodtan körül. Ez Mrs. De Winter lakosztálya. Igen, nagyon szép, csak egy kicsit félelmetes. Mr. De Winter azóta nem lépett be a nyugati szárba, mióta a felesége bízne. Tenger maradása. Néha úgy érzem, még most is itt van. Hallja, a tenger az ő nevét mormolja. Őt várja még az ágy, s súlytalan kincs, még mindig őrzi bőrének csávos vadillatát. Soha itt nem alszik már, valahol mégis él, haza tér, haza küldi az ég. Eda, még szépen jársz te most, a hízó árt a szín a túlvilág. Oh!
Ha
jelmez bármiatt jöttem. Kértem, meghívott el listáját. Mrs. Edith Van Hopper, Park Avenue, New York. Csak egyetlen egy név. Rendben van, még ma elküldöm a meghívót. Kitaláltam már, hogy mibe öltözik a bálon. Igen, igen, de szeretném, ha meglepetés lenne. Néhány napja lent jártam a csónakháznál. Akkor bizonyára találkozott benne. Nincs miért félnie tőle. Én azt rögtön láttam, de Maxim szinte magánkívül volt, amikor meglátott ott, és én nem értettem, hogy miért. A csónakház volt Rebecca kedvenc hely. Szépen berendezte. Olykor még ott is éjszakázott. Az öbölben láttam egy bóját. Oda volt kikötve a vitorlás, amelyen szerencsétlenül járt. A holttestét 3 hónapon, a 40 mérföldre innen találták meg, Hitchcock partjainál. Maximnak kellett őt azonosítania. Kérem, mesélj ennek a Rebeccáról. Valóban olyan gyönyörű volt? Igen. A legszebb nő, akivel életemben találkoztam. Igen, mindenki ezt mondja, hogy okos, szellemes, intelligens. Hozzá képest én egy senki vagyok. Nem, Mrs. Printer. Csak más. Nem kell, hogy olyan legyen, mint ő. Csak segítsen Maximnak is. És mindnyájunknak, hogy el tudjuk őt felejteni. Hát, hogy képes lesz kell. Én úgy érzem, van rá esély, mert a szépség csak is más, bár a külcsík, s nem az érték, mit egy nőnél elsőként látsz, de ha átragyog a lélek, nincs több hibás arconás, aki hű, az hamar szép lesz, és egy férfinak miért kéne más szívjóság, tiszta érzés, kedvesség, mind jobb hozzámi. Támasz kell nekünk is inkább, amikor megrendülnénk, legyen egy emberünk, ki mellénk áll, kevés a szépség, igazi társ kell, több a vonzó látszott már. Biztonság, de is otthon, vigasz kell, ha vonna
valami meglepetésre készül. De végig titkolt a szörnyem, hogy tényleg jelveszte lesz. Egy különleges ruhát hordozott magának, én nekem sem állt az első. Most meg segg, hogy egy hívő kertszer. Nem tudom, mit számít el. Megengedném, hogy bemutassam önnek néhány vendégemet. Csak nyugodtan. Például ott. Az a sármos férfi, kicsoda? Ő Julian Ezredes, a helyi közigazgatás helye. Nőtlen? Özvegy. Na! Akkor ma szerencsés napja lesz. Ha özvegy lesz egy férfi ember, hidd el ott egy másik nejkel, és senki sincs olyan körülött, mint én. Mert hajnal szord özvegy lesz, s a gyász ölni a kastély. Vagy hogyha dől, s új hölgyet vesz, ő jobbat nem foghat. Táncs nekem jár, minden
Hiszen mindenben jobb neked, Rebeka, a lelkem.
nyomasztó ez a kör. Ön pontosan tudja, hogy mi nyomaszt engem, Mrs. Danvers. A jelmez ötlete maga nevetségesé akar tenni. Miért? Miért külön engem? Mit átadtam én magának? Át akarja venni Mrs. De Winter helyét. Szál felé, árnyékok hívják, gyászolják, suttogják, nincsen hely másnak, e házban csak fék hazatér, átosulj téged, ha a trónját vidorolnád. Minden tárgy féltékeny rád, minden tiltónál, mert itt minden a jöttére vár. Let's go.
az egyik csónakkal. Örülök, hogy megismerem! Mrs. the Winter! Szeretem a katasztrófákat! Soha sem lehet tudni, milyen hasznot hoznak majd! A búvár, amikor átvizsgálta a hajó alját, egy másik roncsot is talált a tengerfenéken. Rebecca! Mikor már se talál a Maximot, kérlek, megtudtam! Ez még nem minden. A hajó kabinban egy holtest is emelt. Holtest? Holtest? Mit szól, mit szól a rejtén? Szemben tehetetlen vagyok. Ő végül visszatért, s úgyis mindig veled volt, Rebecca. Senki más nem lehet fontos, hisz az arcát őrzi szíve. Ne is látom, ő itt a győztes. Áll szerény, minden férfi jól betölt, pont úgy, mint én. Úgy van a helyén most.
együtt. A hegy tetejére megnézzük Monte Carlo-t. Ott ült a mondok, aljas falut kínál. Legyen csak színház lényege az. Példás, itt vesli játszom, viszont nem kell lesz Max. S mert féltem a botrányt, hát tűrtem én ezt a pörtelmes szégyent. Válás nem visel a Mendelé ház. És a családunk hírét mindenkit védenem kell. Persze tudta ő, s erre használta fel. Úgy kísért egy kék mosoly, egy éget, mint a tűz. Könökben szív az arca már, de most is rédek mosolyan ült. És egy kis ideig még hozta a látszatot, és Mendelét, hogy rendbe rakta, az nem vitás. Ez az alkotás, ez nincs érje ő. Ez Rebeka, ám nem titkolta túl soká, hogy a házkorát ővel tölti az éjeket itt. S azt szóltam rá, csak is tudtam én. Saját unoka testvére, Jack Favell volt. Én ismerem Favellt. Jártam, amikor Londonban voltál. Miért nem mondtad eddig? Akartam, hogy ez is Rebekára emlékeztessen. Rebekára emlékeztessen, hiszen mindenről csak Rebeka jut eszembe. Mikor Londonból megjött egyszer, láttam felült a fény. Ti a csónakházban jár, gondoltam, ott van nála Favell. Nem tűnhetem. És lejöttem a csónakházba. Ide lenn, Rebeka maga volt. Unottan ágyán elhevert, és a hamveder már tele csikkel ott a padlón. És csak néz, néz, és gúnyol még. Ez őlet, fogd már fel a házuk, te bordé! Ne légy úgy már, ha megkötsz egy alkot, azt ugye vád be is tartod. Lassan feláll, nézz rám gőrösen, aztán már röhög. Mit szólsz, gyereket várok én, azt kell mondjuk tőled van, s anyának itt leszek én. S rászáll majd Mendelé, rám izom. És a példás kis nejed, Max, anyai példát mutat már. Az apját játszott, de majd te szállalmas kis hős. Úgy sértett egy ég mosoly, és csak ő nézett ki. Hogyan basszált a vér, megölöktem én. Meg haragszban nem mozdult, néma volt, te jó ég. Fejét ütötte meg, és már halott volt! De mosolygott még! Felkaptam Eszternél, s a csónakjába tettem. Elsüllyedt a névizem, ahol most végül valaki rátalált. Így győzött le hát, még a halálban is!
egyszer csak egy véletlen baleset volt. Vagy... Nem tudom. Fogalmam sincs. Túl késő. Rebecca győzött. Nem. A világon senki sem tudja, hogy mi történt valójában. És senkinek nem is kell megtudnia soha. Még nézni, és azt mondani, hogy még mindig szeretsz. Nagyon szeretlek! Címlapján. A sajtó most hónapokig ezen fog csártyogni. Félkelszük. Mi történt valójában a Mendeley öbölben? Rejtélyes módon a parttól csak pár méterre süllyedte Rebecca de Winter vitorlása. Teljes hírzálat Mrs. de Winter múlt évi halálának ügyében. Tedd le azokat az újságokat. Jó reggelt, Robert. Jó reggelt, Mrs. Lizzie. Mr. de Winter a könyvtárban van. Julian ezredes. Micsoda? Julian ezredes. Fél órája érkezett bejelentést írt. Istenem. Szóljak neki, hogy itt van? Nem, köszönöm. Nem akarom zavarni. Jó reggelt, Jó reggelt. Istenem. Szóval tudod, mi történt? Hiszen mindenki erről beszél. Most újra előveszik ezt a kellemetlen ügyet, és ki fogják vizsgálni Rebecca halálának körülményeit. Baleset volt. Persze, hogy az. Hogy történhet ez, hogy Maxim... Hogy Maxim valaki más azonosított Rebeccaként? Meg volt zavarodva a fájdalomtól. És mit keres egy Julian ezredes? Kihallgatja Maximot, pusztán formaság. Új nyomozást indítanak. Igen. Lefolytatnak egy előzetes eljárást, és az esküccég ennek alapján dönt majd, hogy vádat emel. Szegény Max. El sem tudom képzelni, milyen eredménnyel zárulhat egy új eljárás. Semmilyen nevi. A vizsgálat ki fogja deríteni, hogy baleset volt. Maximnak nincs mitől tartania. Jó, hogy te itt vagy, hiszen két együtt még kell a bíztatás. Te mindig helytálsz, majd vár, hogy jön a bíz, és óvod, mikor nincs támasz, ha senki más. Érez egy asszony erejét, ki párjait harcol, és győz, hogyha kell a bízettel megküzd, nem is mergál. Hisz megvédi azt, kit szerető, mert
Nem szeretnék tiszteletlen lenni, madám. De előre közölnie kellett volna velem, hogy át akarja alakítani a szobát. Nos, nem hiszem, hogy a férjemen kívül bárkivel meg kellene osztanom, hogy hogyan szeretném átrendezni az otthonomat. Most ellenben közölnék valamit önnel, Mrs. Danvers. Nos, jó volna más virág, ne lássak több volt orchideát. Turmus réket rendezzük most át. Tudjuk, hogy ezt szerette Mrs. de Winter. Olyan dokszapon, azt nyissa ki, és szellőzhessen jó soká. Mrs. de Winter rosszolná. Nos hát, ha nem tudná, Mrs. de Winter itt áll. És én írni nem fogok egy elhűlt asszony naplójába, sőt emlékkönyve sem, tudnám már is mind. És ez az írókészlet szintén vesse tűzbe, de ez itt van, mert ő így kívánta, s itt marad, mert ez így van jól. Mrs. de Winter megszokta. Ha nem, is mondtam már, Mrs. de Winter itt áll. Ez marad az írót, hogy itt van, nem nehéz. Levezetésével Nathaniel Harridge vizsgáló bíróra bíztam meg. Mr. de Winter, kérem foglaljon helyet. Mr. de Winter, ön az elmúlt év június 23-án egy holttestet Rebecca de Winterként, a volt feleségeként azonosított. A holttest a tengervíztől már teljesen szétmál. Azt hittem, hogy a feleségem. Itt van előttem a révkapitány jelentése Rebecca de Winter vitorlásának a kiemeléséről. A következő áll benne. A kabinban egy holttestet találtunk. Rebecca de Winter holttestét. Vajon a feleségem?
Miért nem kísérelte meg elhagyni a süllyedőt? Honnan tudhatnám? De be volt zárva! A fedélzeti lejáró le volt zárva! Hozzára volt az ajtókon, ugyan miért majd nyitva hagytak volna, most is élne itt, rokkult az ajtó mélyében. Sregulnak, mikor elsüllyedt. Mr. De Winter, gyakran előfordult, hogy a felesége egyedül ment ki a tengerre. Rebecca remek hajós volt. A vitorlás kitűnő állapotban volt. Senki nem gondolta, hogy felborulhat. A hajó nem is borult fel? A révkapitány jelentése teljesen egyértelmű. A hajótesten a kajüt alján több lyukat találtunk, és ezeket nyilvánvalóan belülről ütötte valaki. A hajót szándékosan rongálták meg belülről, és szándékosan süllyesztették el. Köszönöm, ezredes! Mr. De Winter, tudott ön a hajó sérüléseiről? Honnan tudhattam volna? Tehát meglepődött, hogy a hajót szándékosan süllyesztették? Természetesen meglep, hát micsoda kérdés ez? Azt kell feltételeznünk, Mr. De Winter, hogy vagy a volt felesége rongálta meg a hajót belülről, mert így akart öngyilkos lenni. Vagy valaki még ott volt vele aznap éjszaka, aki elsüllyesztette a hajót. És ez esetben gyilkosság történt. És ezt most miért nekem mondja? Mr. De Winter, hogyan jellemezni a viszonyát volt feleségével? Voltak problémáik? Mit jelent ez? A házasságom visszautasítom! Visszautasítom az emlélet aljas megjegyzéseket! Mr. Elájult! A meghallgatást berekeztem. Pénteken délután 2 órakor folytatjuk. Sem érdemes, Danny. Én mindig szívesen jövök Mendelé. Mit gondol most, mi lesz? Ki tudja? A tiszteletre méltó Max az esküdtek úgysem fogják elítélni, ha csak valami egyértelmű bizonyíték rá nem kényszeríti őket. Most menjen el! Nem lenne jó, ha itt találnák. Nem, Danny. Nem. Maradok. Fontos megbeszélni valóban Max de Winterrel. Ahogy óhajtja, Pavel. Én figyelmeztettem. Hé, Fri! Öreg csont! A whisky szódával. Nagy szíved, Pavel. Fri! Maga meg mit akar? Ki engedte be? Látom, már kipihente a kis rosszul létét. Mr. De Winter. A férjem azonnal itt lesz. Nagyszerű, mert fontos megbeszélni valóban vele. Mit akar? Hogy mit akarok? Ami kell, csak egy ház. Nem is kastély, csak egy villa. A ház elé egy kábrió. És egy egész pince Böf Klikó. Mert én akár a többi marmon, a munka révén vártam volna pénzt, de mára megtanultam már, ezerszer jobban jársz betartva az üdvös fő arany szabály. Nem szól a szám, és nő a bankszámlám, mert mindig kéz most kezecskét. Egy titkos láncban a cinkosság, egy jó házban ezt így szokták. A csendért jár fizetség, Londonban öltönyt, ki
kéne lennem. Kis kámba vár a szállás meg a part, ahol is szórom majd a pénzt, s mikor a készlet véget ér, a bukulival innen majd. Nem szól szám, s nő a bankszámlám, mert mindig kéz, nos kezecskét. E titkos lázva a cinkosság, mert diszkréten ezt így szokták. A csendért jár, fizetség, no persze, magsztak fogja bátyát. Igen, ezt kellene tenni. Csak ez azzal járna, hogy egy bizonyos Max de Winter börtönbe kerül és felakasztják. Szegény kicsi felesége meg itt marad özvegye. Nem, Max, nem, ezt nem venném a szívemre. Egyességet ajánlok. Én megtartom a bizonyítékaimat, te pedig fizetsz érte. Nekem értem. Tökéletesen értem. És szerencsére Julian ezredes is elkísért. Ezredes úr, fáradjon meg! Jó estét! Remélem már jobban van, Mrs. de Winter. Köszönöm, ezredes úr. Ezredes? Ő itt Jack Favell. Elmúlt feleségem unokatestvére. Valami szeretne közölni önnel. Parancsoljon, Favell. Hát jó. Akkor beszéljünk nyíltan. Max nagyon jól tudja, hogy mi volt Rebecca is köztem. Szeretők voltunk. Ezt a levelet kevéssel azelőtt küldtem, mielőtt a vitorlásra ment, és állítólag megölte magát. Sajnos túl későn kaptam meg. Most jöttem meg Londonból, és kimegyek a csónakházba. Ott várlak. Mindegy milyen későn, de feltétlenül gyere. Valami nagyon fontosat kell mondanom neked. Rebecca. Írj el levelet egy műhajú gyilkos akar venni? Tudja, hogy mit akart önnel közölni, Rebecca de Winter? Én csak azt tudom, hogy Rebecca soha semmilyen körülmények között nem követett volna el öngyilkosságot. Semmi oka nem volt rá, tehát megölték. A gyilkossághoz pedig indítékszer. Mondjuk egy férfi féltékenysége. Ha tudni akarja ki a gyilkos, megmondolja. Ott áll fönt az arrogás képében. Ön nagyon súlyos vádakat fogalmaz meg. Van erre valami bizonyíték? Minek? Nem elég bizonyíték az első esetet hajó? Nem! Bizonyíték nélkül egyszerű vádaskodás, amit mondunk. Van tanúja, aki alá tudná támasztani az állítását? Várjon csak! Favell, ma délután ott volt a tárgyalásom.
Miért nem adta át a levelet a vizsgálóbírónak? Mert pénzt akar. Szintiszta zsarolás. A zsarolás? Sohasem tiszta. Na kérem szépen, tessük! Itt a tanú. Mert ilyen napon nem bírfeleg a csónakház körül. De nem voltál a gyilkosság éjszakája. Ki vele mit láttál? Ben? Semmit csak csinált. Ben jó. Emlékszik még az Elwynt Mrs. de Winterre? Kérem, Ben! Észrevett valami szokatlant azon az éjszakán? Jártott még valaki Mrs. de Winteren kívül? He? Tudom, láttad a Remi Mrs. de Winteren tartásra? Tudom, hogy van, Ben! Hagyja Nincs már, nincs már ő, és nem jön már, lefekszik a víznél. Ő megfulladt, eltűnt, nem jó már, nincs többé. Tényleg nagyszerű tanú, elmehet. Ez az összesküvés! Maguk mindössze játszanak ellene! A tanú nem volt képes megerősíteni az állítását. Őszintén szólva maga még azt sem tudja bizonyítani, hogy igazat mondott a Mrs. de Winter. De hogy nem tudom! Te mi a házvezető! Ne vágjon a szabadba! Viszont a levél hitelességét nem vonom kétségbe. Ha tudnánk, hogy hol járt aznap Rebecca de Winter, és mit akart önnek mondani? Talán megoldulna a rejtély. Na várjon csak! Rebecca minden programját gondosan fejlesztett. Robert! 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 Kérem, hívja be Mrs. Denvers! És mondja meg neki, hozza magával Rebecca tavalyi naptárát is! Mrs. Denvers? Házvezetőnő? Házvezetőnő? Ó, igen, Fred! És ráadásul Rebecca a legnagyobb bizalmasa! Ha valaki... Ő biztosan tudja, hogy Rebecca nem lett öngyilkos. Hivatott, Mr. de Winter. Julian ezredes óvajt föltenni önnek néhány kérdést. Volt feleségem halálával kapcsolatban. Mrs. Denvers, ön jól ismerte a néhai Mrs. de Winter. Meg tudja erősíteni Mr. Favell állítását, miszerint Rebecca de Winter nem követett volna el öngyilkosságot. Mrs. de Winter határtalanul szerette az életet. Biztos vagyok benne, hogy nem lett öngyilkos. Gyávaságnak tartotta volna, és ő nem félt semmitől. Az egyetlen, amitől rettegett, az a betegség. Milyen viszonyban volt Mr. Favell az Elwynt Mrs. de Winterrel? Unokatestvérek voltak. Ne játszod meg magad, Demi! Pontosan tudod, mire kíváncsi az ezredes! Én már elmondtam neki, hogy Rebecca és én szeretjük egymást! Mrs. de Winter nem szerette magát! Sem a férjét! A szerelem csak játék volt neki. A férfiakat mindig megvetette. Rebecca halála napján Londonban járt. 12-kor fodrász, egykor ebéd a klubban, Baker 14:30. Ki az a Baker? Ezt a nevet sohasem hallottam tőle. Itt van a telefonszáma, és felhívnám Mr. Crowley. Kérem, kapcsolja nekem a 687-0088-as londoni számot. Köszönöm. Dr. Baker? Kivel beszélek? Értem. És pontosan milyen rendelésről van szó? Értem. Köszönöm. Egy magánklinika. Ott praktizál Dr. Baker. Nőgyógyász. Persze. Hát persze. Rebecca terves volt.
hogy abba leszek. Max rájött erre. Hát, apa! Nem, nem! Talán Rebecca maga mondta el neki, és vállaljukban senki nem tudta, hogy ő nem lehetett a gyerek abja, és mindenki tisztában volt vele. Rebecca undorodott! Hát, apa! Nyugodjon meg kicsikén! Ha Maxot felakasztják, itt marad a jó öreg friend! Maxim! Max! Holnap Londonban fölkeresem Dr. Bakert. Tegye, amit jónak lát. Magával megyek. Max, meg kell kérnem, hogy ne hagyj el Mendelét mindaddig, amíg ez az eset nem tisztázódik. Hová is mehetnék? Ezredes úr, ha megengedi, én is magával megyek. Féletek később, orvoshoz mehetsz, már látod Dr. Baker, régóta járt már hozzá, nőgyógyász, ő tudhat mindenről, megtudhatni, meggyilkosságnak én is. Nem, ott haladja! Az eljárás érti, még csak el sem indult, nékre tartolnak senki, hát végelen a gyanúsítvatás. Miért tette össze már, hogy ő tisztázzon minden? A fickóhoz sem lyukhat. Mit sejtett ez a torkányom? Ezt tisztázódik, én meg tudjuk már. A kulcsban ott van a nőgyógyásznál. Hát, de ő nyilván itt ott szar. És most mi lesz, hogyha tényleg megölnék? S ha Maxim bűnös, mi lesz itt? Mit mondtak már? És mit mond el a hangyos, hogy hogy nem? Itt az minket, ha jöjjön. Semmi kétség a diagnózis felé. Igen. Nem, erre nem számítottam. Az esti vonattal? Kimegyek eléd. Mi történt, Maxim? Mit mondott az a Dr. Baker? Minden másképp áll, így már teljes a kép. Érthető, mint titkolózott itt most. Milyen messen alkotás, a terhesség álca volt, mert ő alkotott. Mi baj volt? Rák. Túl késő volt már, hogy megmentsék, az orvos csak 6 hetet jósolt. Ez alátámasztja az öngyilkosságot. Ezek után nem vádolhatok semmit. Szabad ember vagy, Maxi. Szabad. Nem tudom.
Azt akarta, hogy én öljem meg, s ezzel magába ráncsom a pusztulásba. Ezért provokált. Ezért volt az az önelégült mosoly az arcán. Többé már nem állhat nekünk. A mélyben néztünk, és vonzott az övény. A lelkem mélyén halott volt a vár. Úgy féltem én, a semmi peremény. Mi történt volna akkor nélküle? Ez most már nem kérdés. Mélyen a tésznek, örömmel néznek. De múlt az én, bennünk most én. Bármit talán nem kísér. Szabadság végig járjunk sor. Mindenki mondja!